A rohamosan fejlődő motorizáció következtében egyre több autóútra és autópályára van szükség. A folyamatosan kiépülő magyar autópálya hálózat egyik legfontosabb útvonala lesz az M3-as autópálya, amely jelentős szerepet fog betölteni Európa közlekedésében is. Az új autópálya megépítése égetően sürgős feladat, mivel a század első felében egyszintű kereszteződésekkel épült keskeny, korszerűtlen út nagymértékben akadályozza a forgalom gyors és balesetmentes lebonyolítását. Lassítják a közlekedést a községek átkelő szakaszai is, ahol a helyi forgalom sebességkorlátozást kíván. A forgalmi helyzeten valamit javított a gödöllői patkó korszerűsítése, de a tökéletes megoldást csak az autópálya megépítése jelenti. Az új autópálya megépülő első szakasza Budapest 15. kerület Rákospalota felszabadulás úti csomópontból indul, majd Fót községet délről elkerülve érinti Mogyoród község déli határát, ahol a megengedett legkisebb vízszintes sugárral és maximális emelkedővel szeli át a mogyoródi dombokat. A Jakab-pusztai völgyön áthaladva Gödöllő északi részén a Blaha-fürdői telep mellett ismét hegyes és erdős terepen halad, átvágva a Dunatisza vízválasztóját, majd a babati halastavakat, és utána keresztezi a jelenlegi hármas számú főutat. Az épülő autópálya a bevágásokban igen vegyes földtani felépítésű rétegeket szel át. A térszín alatt 4-5 méter mélységig meszes iszap, sovány agyag, homok és kövér agyagmárga rétegek váltakoznak. Több helyen különböző képlékenységű márgát, agyagmárgát találunk homokkőpadokkal. A felső pannon cementált iszapos finom homok kövér agyagmárgával váltakozik. A kötött talajok plasztikus indexe a 60-70%-ot is eléri. A bevágásokból kikerült anyagok nagy része töltés építésére alkalmatlan volt. A tervek elkészítését az autópálya nyomvonalának kitűzése követte. Az autópálya építésénél a nagy teljesítményű földmunkagépek üzemeltetése miatt fokozottabb jelentősége van a geodéták gondos munkájának és a kitűzési pontok biztosításának. Az autópálya Gödöllő térségében nagy kiterjedésű erdőket szel át. Ezeken a helyeken a földmunka megkezdése előtt a terepet meg kellett tisztítani a növényzettől. Erre a munkára jól beváltak a tológépek, közöttük a legnagyobb teljesítményt nyújtó D8H típus. A töltésépítést a csőátereszek elhelyezése előzte meg. A munkát jelentősen gyorsította az előre gyártott csövek beépítése. Így a betonozást nem kellett a helyszínen végezni. A lejtős terepeken a felszíni csapadékvizek elvezetésére övárkok készültek. Az árokszelvény kiemelése után a lejtős terep miatt az árkokat előre gyártott betonlapokkal bérelték ki a vízmosások elkerülése érdekében. Az autópályán összegyűlő csapadékvizek elvezetésére hossz csatornákat építettek. Az M3-as autópálya második építési szakaszának domborzati viszonyai miatt nagy tömegű földmunkát kellett végezni a pályaépítéshez. A bevágások és a töltés építések során 3 millió 600 ezer köbméter földet kellett megmozgatni.
A nehezen fejthető talajokat tológép lazította fel és termelte ki. A rakodást a 3 köbméteres Volvo homlokrakodó végezte. A földszállításnál jól beváltak a Tátra és Krasz billenő tehergépkocsik. A rétegesen elhelyezkedő talajoknál a vegyes anyag összekeverését potrós kitermelés tette lehetővé. A jó minőségű töltésépítést az elhelyezés, terítés és a tömörítés gondosan szervezett munkarendje biztosította. A tömörítést gumihengerek és sima hengerek végezték. A bevágások nehezen fejthető kemény agyagos és homokkő padokkal váltakozó talaját a D8H tológépre kapcsolt lazítóval bontották meg. A fellazított talajt önjáró nyesők szállították a beépítés helyére. A nehezen fejthető talajok miatt a nyesők megtöltéséhez legtöbbször 2 tológépet kellett igénybe venni. Az önjáró nyesők termelékenységét a gépláncban dolgozó összes gép összehangolt, jól szervezett munkája biztosította. A lejtős terepen vegyes szelvényeket képeztek ki. A pálya egyik oldaláról kifejtett bevágási anyagokból lépcsőzetesen töltötték fel a lejtős terepet, így a töltésekből és bevágásokból kialakult a kiegyenlített pályaszint. Így készült a Duna-Tisza vízválasztóját átszelő bevágástól a Babati tavakig terjedő pályaszakasz. A földmunka tömörségét építés közben állandóan ellenőrizni kell. Ehhez kiszúró hengerrel rendszeresen mintát vettek a tömörített talajból. A munkahelyi laboratóriumban a talajmintákon elvégezték a talaj azonosításához szükséges vizsgálatokat. A durvább szemcséket szitálással osztályozták. A finomabb szemcsék szemeloszlását hidrometrálással állapították meg. A talaj állapot meghatározásához plasztikus index vizsgálatot végeztek. Ehhez meg kellett állapítani a talaj folyási és sodrási határát. A víztartalom megállapítása a talaj kiszárításával történt. A talajok tömöríthetőségét és a földmunkán elérhető tömörséget proktorvizsgálattal állapították meg.
izotópos mérésekkel ellenőrizték a nagy tömegű földmunkák tömörségét. A beépített rétegek teherbírásának meghatározása tárcsás méréssel történt. Az M3-as autópálya második építési szakaszának változatos terepadottságai miatt igen sok műtárgy épült. A földmunkával egy időben épülő hidak a legkorszerűbb gyártási eljárásokkal készültek. A 2-9 méteres nyílástartományokban FT gerendás szerkezetek épültek. Monolit vasbeton szerkezeteket építettek a 20 méteren felüli nyílások áthidalására. A 10-20 méteres nyílású hidak felszerkezetei EHG gerendákkal készültek. A magasabb töltések alatt a dűlőutak átvezetését vasbeton zárt keretű hidakkal oldották meg. A második szakasz megépítése során 26 darab autópálya híd épült. Fajlagos sűrűségük kilométerenként egy híd. A hidak építésénél, ahol lehetett, előre gyártott elemeket használtak. A földmunkák során a töltések műtárgyakhoz való csatlakozásának kiképzése a legkényesebb feladat. Az egyenletes csatlakozást a szemcsés talajok réteges elterítésével és gondos tömörítéssel biztosították. Az alakító földmunkáknál a rézsűképzést zömében gépekkel végezték. A nagyobb rézsüknél tológépek dolgoztak, a kisebbeknél a rézsüt teleszkópos kotróval alakították ki. Az M3-as autópálya építésénél a korábban még kézzel végzett földmunkákat is nagy teljesítményű gépekkel végezték el.